Az Agrárlogisztikai Központ létrehozása SZANG című TOP pályázatot a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun megyei igazgatóság vezetője 250 millió forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A fejlesztést SZANG községi önkormányzat konzorciumi együttműködésben a Bács-Kiskun megyei területfejlesztési non-profit Kft.-vel közösen valósította meg. 2020-ban SZANG községi önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a terület és településfejlesztési operatív program keretén belül ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázat felhívására. A fejlesztés keretében infrastruktúrális beruházásra került sor, új vállalkozások betelepülésének ösztönzése, a gazdasági aktivitás, a szolgáltatások színvonalának növekedése és a foglalkoztatás bővítése céljából. SZANG község újabb értéket tudhat magáénak. Olyan értéket, amely munkahelyet teremt, ami újabb lehetőség lesz számunkra. A fejlődés itt nem érhet véget. Szükségét látjuk az ipari park továbbfejlesztésének, nem csak mezőgazdasági, hanem ipari fejlesztés területén, amelyet álmaink szerint a TOP Plusz keretében helyet és lehetőséget adhat majd a helyi ipari ágazatban dolgozóknak. Az itt lakó embereknek a tartása, a szeretete azt mutatja, hogy ez egy fejlődő település, és egy támogatással megvalósulhatott ez az agrár-logisztikai központ, ami elhangzott munkahelyet teremt, lehetőségeket teremt. Agrár-logisztikai központ. Egy hálózat fejlődik, alakul szerte az országban. Ezek a központok olyan kisebb-nagyobb hűtőházak, ahol a zöldséget, gyümölcsöt hűtik, sokkolják, tágolják, azért, hogy legyen egy biztonsága a termelőnek, hogy akik megtermelik, azoknak legyen érdemes fölszedni, betakarítani, leszedni és értékesíteni. Ez a település valóban egy mintája lehet egy olyan településnek, ahova érdemes lesz ide költözni, megmagadni, nem csak turisztikai látványosságokkal épül, hanem ilyen valóban a helyi gazdálkodókat, cégeket segítő beruházással.